OOOMG, hashtag respect. Te üzenem az összes gamernek. A gép előtt élek, de nem unom. Azt mondják nem kocka, de leszarom. Ha! Mr. Call of Duty, hát megtanítalak téged, hogy legyél profi. Nyomni kell napi 10 órát, a családom így csak WC-re menet lát. Na nézzük meg, hogy ebben jó vagy-e. Kihívlak egy csatára, játsszuk le. Ha én a játékba belépek, már félnek az ellenségek, mert nem sokáig élnek. Annyit játszunk, hogy az már káros. Ez az életünk már most. Egész nap nyomjuk a gombokat. Nem voltunk szabadban nyáron, de én ezt nem bánom. Mert jó sok pontunk van. LOL, hashtag KO. Az kiderült, hogy ebben nem vagy jó. De azért nehéz volt lelőni téged. Ha! Irónia, béna vagy tényleg? Másik játék jobb lesz neked. És hanyagolnod kell a magánéleted. Suli helyett gépez az értelmesebb. TV helyett pedig néz gameplayeket. A PC-t legyen méreg drága. Egy kocsi ára van a gépházba. Na nézzük, hogy mit tanultál. Nyomd meg a play és csatlakozzál. Annyit játszunk, hogy az már káros. Ez az életünk már most. Egész nap nyomjuk a gombokat. Nem voltunk szabadban nyáron, de én ezt nem bánom. Mert jó sok pontunk van. GG, hashtag nem rossz ez. Azért van, amiben még fejlődhetsz. Fontos az, hogy aludják keveset. Tudod, kik alszanak éjjel? A vesztesek! Kockaság, gyíkság, lámaság. A mi fajtánkra mindig csak ezt mondják. De ahelyett, hogy minket aláznál, inkább tévézni és facebookozzál. Azt mondják, nincsen életem. Pedig van, nézd a Sims karakterem. Ha! Na de térjünk csak vissza rád, és játsszuk le a végső csatát. Annyit játszunk, hogy az már káros. Ez az életünk már most. Egész nap nyomjuk a gombokat. Nem voltunk szabadban nyáron, de én ezt nem bánom. Mert jó sok pontunk van. Minden játékban elnök, minden gameplayben elnök, minden versenyben elnök, minden. Itt van anyád. Hányszor mondja még, hogy kiül a vacsora? Azonnal hagyd abba a játékot. Ezt nem tudom megállítani, ez online. Nem érdekel, hogy mi ez. Egész nap itt ülsz és ezt nyomkodod. Azonnal gyere le enni. Na, sziasztok! Reméljük tetszett nektek ez a rész, mindent beleadtunk, hogy a lehető leglátványosabb legyen. Nagyon sokan segítettek nekünk, mindenkinek nagyon köszönjük. Most nincs időnk mindenkit felsorolni, de egy-két héten belül lesz egy hogyan készült rész, ahol részletesen elmeséljük, hogy honnan szereztünk katonákat, meg harcos fegyvereket. Igen, azért Apunak és Sanyinak külön köszönjük, mert minden forgatási napon ott voltak és segítettek nekünk. Igen, és ha tetszett ez a rész, akkor itt még találhattok hasonló paródiákat. Sziasztok!